Pörög az autópiac, 175 ezer használt autót adtak el a kereskedések idén a második fél évben hazánkban. Népszerű a bankkártya használat, több mint 2 milliárd forinttal támogatja az állam a bankkártya elfogadó helyek számának bővítését. Újszerű pályaorientáció. Egész napos, gyakorlati feladatokban próbálhatják ki magukat a Móri Zsigmond Általános Iskola hetedikesei csütörtökön. Tavalyhoz képest közel 20 ezerrel több, azaz összesen 175 ezer használt autót adtak el a kereskedések idén a második negyedévben Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ez rekordmennyiségnek számít, a növekvő tendencia pedig az év második felében is folytatódik. Az új autók iránt is nagy a kereslet, 2017-ben hosszú idő után ismét több mint 100 ezer személygépkocsit helyezhetnek majd forgalomba. Ki lehet próbálni mind a kettőt? Használt autót tervez vásárolni ez a hölgy egy nyíregyházi kereskedésben. Nem ő az egyetlen, aki nem új személygépkocsit választ magának, egyre többen döntenek régebbi gépjármű vásárlása mellett. Ezt mutatja az is, hogy idén kifejezetten jól teljesít a hazai használt autópiac. Bár az év nem indult túl jól, és némi visszaesés volt tapasztalható, a második negyedév a szokásos, szezonális erősülésnél is nagyobb forgalomnövekedést hozott. Így rekordmennyiségű, mintegy 175 ezer használt autó adásvételét bonyolították le Magyarországon a második negyedévben, szemben az előző negyedévi 158 ezerrel. Ez nyilván köszönhető az, hogy 2012 óta azért a magyar gazdaság folyamatosan nő, egy 3-3,5%-os átlagos növekedés tapasztalható, lent vannak a kamatok, olcsóbbak lettek a hitelek, és a devizahitelek gyakorlatilag már kivezetődtek a piacról, ezért sokan megszabadultak a régi rossz feltételű devizahitelek hiteleiktől. De nem csak a használt autópiac pörög, az új gépjárművek is egyre kelendőbbek. 2009 volt az a legalacsonyabb darabszám, akkor 40 ezer új autót adtak el, helyeztek forgalomba Magyarországon. Ez tavaly már egy 80 ezres darabszámban összegződött, és idén 100 ezer körüli darabszám most új autópiac várható. Ez persze még nem közelíti meg a 2008 előtti 180-190-es darabszámot, úgy gondolom, hogy az nem is fog visszatérni, de a 100 ezer feletti darabszámban stabilizálódik az új autók piaca, az gondolom, hogy egy egészséges arány. A 100 ezeres darabszám pedig nincs messze. Magyarországon 8912 új személygépkocsit regisztráltak augusztusban, 24,2%-kal többet, mint egy évvel korábban. Az első 8 hónapban eladott új autók száma pedig 19,3%-kal 73.053-ra emelkedett Magyarországon. 2,4 milliárd forintos keretösszegből támogatja az állam a bankkártya elfogadó helyek számának bővítését, így a jelenleginél 30%-kal több helyen válik lehetővé a kártyás fizetés. Erre azért van szükség, mert egyre népszerűbb ez a fizetési mód. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 3 hónap alatt 152 millió tranzakcióban több mint 1000 milliárd forintot fizetett a lakosság. Ez 25,5%-kal több az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Ebben a nyíregyházi kisboltban is egyre több a bankkártyás fizetés. Az elmúlt években biztonságosabbá vált ez a fizetési eljárás, így a lakosság is szívesebben használja. Ezért állami támogatással több mint 2,4 milliárd forintból 30.200 új terminált telepíthet 7 pénzügyi szolgáltató. A program célja, hogy csökkentsék a készpénzállományt, ösztönözzék a vásárlókat a modern és elektronikus fizetési módok alkalmazására, és elősegítsék a hazai fizetési infrastruktúra modernizálását. Van bankkártyám, természetesen szerintem a 21. században ennek már természetesnek kell lenni. Gyakorlatilag napi szinten vásárolok bankkártyával, mert sokkal jobb, mint készpénzt használni, hiszen kevésbé kopik, illetve hát szerintem ez a gazdaság fehérítésében is nagy jelentőséget játszik. Szinte minden fizetésemet bankkártyával szoktam megjelenteni. Szerintem nagyon egyszerű, nem kell magamnál hordani készpénzt, úgyhogy minden kártyával fizetek.
A statisztikák szerint a kártyával fizetők többet költenek a készpénzt használókhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a kis és közepes vállalkozások a terminálok alkalmazásával növelhetik forgalmukat, ha azonban nem rendelkeznek ilyennel, jelentős mennyiségű vásárlót veszíthetnek, azokat, akik a kényelmes és gyors fizetési módokat kedvelik. Akkor éri meg igazából ezt fenntartani, megüzemeltetni, hogyha rendszeres vásárlások vannak, ugye kártyás fizetések, akkor megéri. Mert ugye, hogyha nincs terminál, akkor nem jön be az a vevő, aki már átállt a kártyás fizetésre, és nem hord magánál készpénzt, akkor azok alapból ugye be se jönnek, de hogyha nálam már most napi szinten van kártyás fizetés. A vártnál nagyobb érdeklődés mutatkozik a terminálok telepítése iránt, hiszen a korábbi 20-30 ezer forintos telepítési díj helyett most induló költség nélkül ingyen vezethetik be a kártya elfogadási szolgáltatást a kis és közepes vállalkozások. Ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium 16 millió forintos pótlólagos forrást mozgósít a terminálok telepítéséhez. Hasonló támogatás 2018-ban is várható. Gyakorlatban ismerkedhetnek meg különböző szakmákkal a diákok a megyei iparkamara pályaorientációs programjának segítségével. Az úgynevezett tájoló napon a Móri Zsigmond általános iskola egyik 7. osztálya vesz részt csütörtökön. Ők 6 tanórán keresztül 6 területen próbálhatják majd ki magukat. A kamarai program célja az életpályatervezés támogatása. Első alkalommal szervez tájoló napot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, de nem csak Nyíregyházán, hanem az ország minden megyéjében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Nagyné Varga Katalin hozzátette, a pályaorientáció hosszú évek óta az egyik kiemelt területe az iparkamarának. A mostani program egy gyakorlatorientált szakmai nap lesz, amely a pályaorientációnak egy újszerű folytatása. A Móri Zsigmond általános iskola 7. osztályosai több szakterületen kipróbálják magukat, különböző munkaállomásokon, mint műszaki, kereskedelem, üzletügyvitel, egészségügy, szociális területeken próbálhatják ki magukat. A polc összeszereléstől kezdve a hivatalos levélközlésig, reklamációkezelésig, papírgyöngykészítésig rengeteg programban fognak részt venni. Az a célunk, hogy a orientálódásukat bármely szakma irányába elősegítsük. A kamara felkért szakértőkkel fog dolgozni ebben a programban, ahol szakoktatók, illetve a vállalkozások, cégek képviselői fogják őket megfigyelni. A pályaorientációs nap után az iparkamara dolgozza majd fel az értékelő lapokat, így minden diák egyéni tanácsadáson vehet majd részt, ahol szakemberek mutatnak nekik továbbtanulási irányokat. A tájoló nap azért is különleges, mert a diákok számára ritkán adódik mód arra, hogy saját élményei és egy objektív külső vélemény alapján válasszon magának szakmát, tette hozzá Mackó Mónika. 10. alkalommal 9 művész munkájával nyílt meg a Vaja Art záró kiállítása. Nem csak hazai készítők munkái színesítik a kiállítótermet, hanem Spanyolországból is érkezett festőműve a tárlatra, amely október 31-ig tekinthető meg a Vajai Múzeumban. Én már 10. alkalommal nyitotta meg kapuit a Vaji Ádám muzeális gyűjteménye az alkotók előtt. Évente 10-15 meghívott művész dolgozik itt 2-3 héten keresztül, akik az ország számos pontjáról érkeznek Vajára. A hagyományokhoz hűen idén is széles skálán mozgott az alkotások témája és az elkészítésük technikája. Ha szétnézünk a nagyon szép impozáns kiállítótermünkben, akkor nagyon sokféle témájú, nagyon sok technikával készült festményeket, grafikákat láthatunk. Tehát vannak olajképek, festmények, pasztelképek, grafikák. Tehát nagyon széles az a skála, amin alkottak, amit készítettek a 10 nap alatt, 12 nap alatt a Vaján lévő alkotók. A festmények közül minden évben a gyűjteményben marad egy-egy darab, a többit aukcióra bocsátják. Ez idén november 25-én lesz, a tárlaton azonban csak október 31-ig láthatóak az idei munkák. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét nyugodtan nevezhetjük a kultúra egyik fellegvárának is, és nagyon sok olyan kezdeményezés van, amely pontosan azt célozza meg, hogy lehetőséget adjon akár feltörekvő művészeknek, akár pedig már olyan művészeknek, akik már letettek valamit az asztalra, hogy meg tudják mutatni magukat, és ez a mostani kiállítás is egy ilyen, és ráadásul ez már hagyománnyá vált, hiszen a 10. alkalommal vagyunk itt. Idén 10 festő érkezett a művésztelepre.
Nem csak a megyéből jöttek alkotók, képviseltette magát Szigetszentmiklós, Esztergom, Kolozsvár, Szentendre, sőt Spanyolország is. A művészek nem csak a festményeket ismerhették meg, tanulhattak is egymástól. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Úgy érzem, hogy a vajai művésztelepen megtapasztaltam azt a nagyon nagy szeretetet, hogy a művészekre odafigyelnek, segítik őket, és igazából szívből kívánják nekik, hogy jó, nagyon magas színvonalú alkotásokat hozzanak létre. Azt hiszem, hogy a művészeknek sikerült is egy nagyon kitartó, szorgalmas munkával magas színvonalon alkotniuk, és hát a vajai gyűjteményhez is hozzájárulni, a vajai gyűjteménynek a gazdagításához. A jubileumi tárlatra a Magyar Királyi Posta 150. évfordulója alkalmából is készültek alkotások. A posta ez alkalomból egy különleges kamionnal, egy utazókiállítással bejárja az országot. Legközelebb Cigány, Csaroda, Szerencs és Diósgyőr településein látható a kiállítás. Nagyfelületű útfelújítási munkálatokat kezdett el a Magyar Közút Nonprofit Kft. A 36-os számú úton, János Bokor és Nagy Cserkesz között. A forgalmat a következő két napban jelzőrök irányítják majd ezen a szakaszon. Az aszfaltozási munka várhatóan jövő héten befejeződik, addig is körültekintően a kereszt táblákat figyelembe véve közlekedjenek az arra haladók. Több mint 20 csapat részvételével idén már 5. alkalommal szerveztek Térpák Fesztivált Nyíregyházán. A témáról hamarosan. Előtte nézzük a híradó további témáit. Elvesztette veretlenségét a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese a bajnokság 9. fordulójában a Szolnokot fogadta, és a vendégek 3-2-es győzelemmel távoztak a várkerti pályáról. A tabella második helyén álló Kisvárda vasárnap Budafokon lép pályára. Győzelemmel zárta első hazai bajnoki meccsét a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese a Veszprémet fogadta, és izgalmas mérkőzésen 74-69-re verték ellenfelüket a kék cápák. A nyíregyháziak vasárnap a Győr ellen lépnek pályára a Continental Arénában. Több mint 20 csapat részvételével idén már 5. alkalommal szerveztek Térpák Fesztivált Nyíregyházán. A hétvégén két napon keresztül közel 40 féle étel és több pálinka közül válogathattak a Kossuth térre látogatók. A szombat este egy retro koncerttel zárult. Meggyes, rétes, csőröge, hurka, kolbász, strapacska, csak néhány a közül a több mint 40 hagyományos tirpák étel közül, amelyet szombaton és vasárnap kóstolhattak a Tirpák Fesztiválra látogatók. A rendezvényt idén 5. alkalommal rendezték meg, és bár az idő nem volt túl kegyes, akik különleges ízekre vágytak, azokat az eső sem tartotta vissza. A rendezvény célja az, hogy a helyi és a megyei gasztronómiával, meg hát országosan is megismertessék az embereket a különböző ízekkel, ízharmóniával. Hát nagyon sok csapat érkezett, ugye elsősorban megyeiek és helyiek, iskolák, civil szervezetek, de különböző város, idegen városoknak is itt vannak a csapatai. Zsesabból például a két legjobb séf érkezett, aki a főtér legjobb éttermének a két szakácsa, Ivano Frankiszk is főz egy elég nagy és jellegzetes ukrán ételt, illetve Eperjes, aki tavaly itt volt, kedvet kapott ahhoz, hogy egy nagyobb csapattal jöjjön el és főzön itt Nyíregyházán. Szóval nagyon sokféle ízt lehet majd itt kipróbálni. A Máté Szalkai csapat úgy állította össze a menüjét, hogy mindenképpen legyen benne egyedi étel, ezért a pergelt strapacska igen különlegesnek bizonyult. Hát ez attól különleges, hogy gyerekekkel csináltuk, ez mindenképpen. Attól különleges, hogy nem kell otthon babrálni a háziasszonynak, meg attól, hogy ez olyan tokaszalonnának a zsírjában lett pirítva a párolt a káposzta, a savanyú káposzta, hogy ez egy különleges ízt ad az egésznek. És aztán már csak egy kis bors kell rá, és már két is ad isteni étel. Egy kiadós ebéd után pedig lehetőség volt pálinkát is kóstolni az idei rendezvényen. A felhozatalt pálinka lovagok segítségével állították össze, így kaphatott helyet a Kossuth téren 5 megyei pálinka főzde, köztük például a közismert napkori cég Alma, Körte, Megy vagy Szilva szüretelése is. Most vagyunk itt először, avval célral érkeztünk ide, hogy a közönséget kiszolgáljuk jobbnál jobb pálinkával, szerintem meg lesznek elégedve a minőséggel. A látogatók nem csak az ételek és a pálinkák minőségével, illetve változatosságával lehettek elégedettek. A színpadon az utóbbi időkben nagy sikernek örvendő retró zenei stílus legnagyobb hazai képviselői mellett dr. Almán szórakoztatta a közönséget. Yeah.
Elvesztette veretlenségét a kisvárdai futballcsapat, Kondás Elemér együttese a bajnokság 9. fordulójában a Szolnokot fogadta, és a vendégek 3-2-es győzelemmel távoztak a várkerti pályáról. A tabella második helyén álló Kisvárda vasárnap Budafokon lép pályára. A mezőny egyetlen veretlen csapataként fogadta az Éllovas Kisvárda 9. fordulóban a 4. helyezett Szolnokot. Az első fél időben a hazaiak domináltak, amit a hét elvégzett szögletük is jelzett. Ehhez képest a 43. percben a vendégek szerezték meg a vezetést egy baloldali beadás után, Katona fejese a jobb alsó sarokban kötött ki. Szünet után gyorsan egyenlítettek a hazaiak, az 50. percben Misis jobb oldali szögletét oltán fejelte a kapuba. 6 perc múlva már vezetett a Kisvárda, Horváth Zoltán le a 16-oson belül, a megítélt büntetőt pedig a sértet értékesítette. A 81. percben már ismét egyenlő volt az állás, Tóth László lépett ki a védők között, és jobb külsővel elpörgette a labdát Molnár kapus mellett. A folytatásban a Kisvárda ment előre, hogy megszerezze a győztes gólt, de ez a Szolnoknak sikerült, a 90. percben olasz bombázott a hazai kapuba. A Kisvárda így ebben a naptári évben először kapott ki hazai pályán, ami egyben azt is jelentette, hogy a 10. fordulóban elveszette veretlenségét Kondás Elemér együttese. Első fél időben folyamatosan nyomtuk az ellenfelet, és mégis a semmiből rúgtak egy gólt, de aztán másik fél idő elején megfordítottuk a mérkőzés állását. Úgy nézett ki, hogy megvan a mérkőzés, kellett volna még egy gólra, de itt a végén érthetetlen módon olyan hibákat követtünk el, amikből az ellenfél egyenlíteni, majd meg tudta nyerni a mérkőzést. A vendégek edzője érthetően örült az utolsó percben megszerzett 3 pontnak. A mérkőzés előtt aláírtuk volna az 1 pontot is, úgy gondolom. Egy nagyon jó csapathoz érkeztünk, listavezető, legtöbb gólt szerezték a bajnokságba, ugyanakkor mi magunkról elmondhatjuk, hogy a legkevesebbet kaptuk. Most mondjuk a héten bepótoltuk ezeket a gólokat, ugye Cigánon is kaptunk 2-t, és most is. Úgy éreztem, hogy egy rugott gól semmiképpen se lehet elég, ez be is bizonyosodott, hiszen 5 perc alatt megfordította a hazai csapat a találkozót. De aztán a cseréknek köszönhetően úgy gondolom meg annak, hogy a csapatnak óriási lélektani ereje volt és tartása a tekintetben, hogy sikerült a találkozót megfordítani. Mindenképpen bravúros győzelem, szerintem nem sokan fognak innen elvinni pontokat, sőt még azt mondom pontot se, úgyhogy ez mindenképpen örömteli számunkra. A forduló további eredményei a következők: Cegléd-Győr 0-4, Moson-Magyaróvár-Nyíregyháza-Spartakusz 2-2, Grosics-Akadémia-Kazincz-Balszika 0-1, Siófok-Vác 0-2, Csákvár-Békéscsaba 0-6, Zalaegerszeg-Budafok 2-2, Győr-Budaörs 1-2, Sopron-Dorog 1-2 és MTK-Budapest-Soroksár 5-2. A tabella élén az MTK-Budapest áll 25 ponttal, megelőzve a 23 pontos Kisvárdát. A várdaiak a következő fordulóban Budafokon lépnek pályára. Győzelemmel zárta első hazai bajnoki meccsét a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese a Veszprémet fogadta, és izgalmas mérkőzésen 74-69-re verték ellenfelüket a kék cápák. A nyíregyháziak vasárnap a Győr ellen lépnek pályára a Continental Arénában. A legutóbbi szezonban döntőt játszó Veszprém több jelentős élvonalbeli múlttal rendelkező kosarassal érkezett, így a mérkőzés előtt esélyesebbnek tűntek a vendégek, annál is inkább, mert a hazaiak irányítója Busz Iván eltiltása miatt nem léphetett pályára. Az első negyedet 25-17-re meg is nyerték a vendégek, de a második 10 percben felzárkóztak a hazaiak, Helmeci dudára dobott triplájával azonban 3 pontos előnnyel mehetett a nagy szünetre a Veszprém. Fordulás után átvette a vezetést a házigazda, a vendégek csak üldözték a cápákat, akik izgalmas hajrá után a végül 31 pontig jutó Cura Attila vezérletével 5 ponttal megnyerték a mérkőzést. Aki pályára került, mindenki dobott pontot, illetve nagyon jó védekezéssel. Külön gratulálok a fiataloknak, hogy ilyen jól játszottak. 3-17 éves játékossal játszottuk végig ezt a mérkőzést, és ugye ez a csapat, ez a Veszprém, ez bajnok esélyes csapat, hogy gratulálok az egész csapatnak. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint a szív és az akarat diadala volt a kék cápák győzelme. A mérkőzés folyamán látszott, hogy mennyire erős csapat a Veszprém, illetve megvolt az a nehezítő körülmény is, hogy Iván sajnos nem tudott játszani. Én úgy gondolom, hogy a csapat maximálisan megmutatta a küzdőszellemét, és azt, hogy bármilyen akadály is kerül elénk, szívvel megpróbálunk hajtani és kihozni magunkból a legjobbat. A Veszprém erősen kezdett,
illetve erősek voltak alsó poszton. Nem találtuk meg a kulcsát a váltásos védekezésnek. A második fél időben megkaptuk az instrukciókat az öltözőben, és egy agresszívabb védekezésre váltottunk, illetve Czura Attila jó voltából egy nagyobb lendületet vett a támadásunk is. Pontosabban játszottunk, gyorsabban, és ezáltal én úgy érzem, hogy a Veszprém egy kicsit elfáradt a végére, illetve a hazai pálya és a hazai szív a végén dominált, és nagyon örülök, hogy meg tudtuk nyerni így ezt a mérkőzést. A forduló további eredményei a következők: Budapesti Honvéd Oroszlány 75-90, Vasas Budapest PVSK 2-71-81, Miskolc Nagykőrös 88-74, Győr MTK Török Bálint 72-71, Tehetséges Fiatalok Vásárhelyi Kosársuli 84-69 és Bonyhád Békés 85-80. A Nyíregyháza Blue Sharks a következő fordulóban a Győrt fogadja. Most pedig nézzük híradónk végén a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Tavalyhoz képest közel 20 ezerrel több, azaz összesen 175 ezer használt autót adtak el a kereskedések idén a második negyedévben Magyarországon. Ez rekordmennyiségnek számít, a növekvő tendencia pedig az év második felében is folytatódik. Az új autók iránt is nagy a kereslet, 2017-ben hosszú idő után ismét több mint 100 ezer személygépkocsit helyezhetnek majd forgalomba. 2,4 milliárd forintos keretösszegből támogatja az állam a bankkártya elfogadóhelyek számának bővítését, így a jelenleginél 30%-kal több helyen válik lehetővé a kártyás fizetés. Erre azért van szükség, mert egyre népszerűbb ez a fizetési mód. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 3 hónap alatt 152 millió tranzakcióban több mint 1000 milliárd forintot fizetett a lakosság. Ez 25,5%-kal több az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Gyakorlatban ismerkedhetnek meg különböző szakmákkal a diákok a megyei iparkamara pályaorientációs programjának segítségével. Az úgynevezett tájoló napon a Móri Zsigmond általános iskola egyik 7. osztálya vesz részt csütörtökön. Ők 6 tanórán keresztül 6 területen próbálhatják majd ki magukat. A kamarai program célja az életpálya tervezés támogatása. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 25-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik holnapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap kissé melegszik az idő. Északnyugat felé távozik térségünkből az a magassági hidegörvény, ami az elmúlt napokban időjárású meghatározója volt, és kelet felől változó nedvességtartalmú, de melegebb levegő áramlik fölénk. Az éjjeli órákban többnyire erősen felhős lesz az ég, de eső nem valószínű. Az északkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is sok lesz a felhő, de rövid időszakokra a nap is kisüt. Számottevő csapadék nem valószínű, de kisebb zápor előfordulhat. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban anticiklon hatására nyugodt, csendes őszi idő várható több órás napsütéssel, csapadék nélkül. A hét közepéig átmenetileg kissé erősödik a nappali felmelegedés, majd a hétvégén pár fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk.